Sziasztok, ezek itt Mink vagyunk a Nyugiban, és visszatértünk egy újabb adással, és itt van velem Rahul. Sziasztok. És Kristóf. Sziasztok. Nem sikerül, ha úgy elkezdve egy adást egyébként, hogy ne az látszoljon, hogy... Én is gondolkodtál rajta, hogy lehet, hogy nem velünk van a probléma, hanem veled. Nem. Oké. Ez nagyon fura. Most én ülök bent itt a sarokban, mert a legutóbbi adás sajnálatos módon igencsak botrányosan sikerült hang szempontjából, és Raúl ült itt, ahol én most, ugye itt a számítógépnél, úgyhogy most egy kicsikét cseréltünk helyet. Úgyhogy ha valaki esetleg videóban nézi, nem akkor látja. Nem teljesen ebből szerzem a diplomámat, tehát én ezzel tudok védekezni. Neki nincs mentsége. Nekem nincs, és reméljük, hogy ez a hang jó is lesz. Szóval... Most már csináltunk egyébként hangtesztet is, mert Máté közölte, hogy nem hajlandó sohasem belefogni a nélkül, hogy nem. Igen, én már mondtam is neki, ez kára, hogy alapból így kellett volna. Igen, három év egyetem után ugye lényeg. Érdemes. Könnyű amúgy rám fogni, igen, igazából, de Raúlnak sem lett volna nehéz, mert ő mutatta meg először nekem, hogyan kell az OBS-t használni. Na mindegy, visszatértünk egy újabb adással, méghozzá igen, csak hosszú idő után, mert mondjuk azt, hogy Raúl, a kicsit el voltunk foglalva azzal, hogy szakdolgozatot készítettünk, ami egy elég hosszadalmas és fájdalmas időszak volt, főleg, hogy mindeket az utolsó pillanatra hagytuk természetesen, és még az utolsó pillanatban is derültek ki dolgok, amiket tudni kellett volna előre. Uh-huh. Az Raúl arcán is látszott, amikor már leadta, és hivatalosan is bent volt a szakdolgozója, és utána nézte meg amúgy, hogy mi az, amit elrontott rajta. Rá kellett volna írni a Neptun kódot. Rá kellett volna írni a nevemet. Jó, tényleg nem írtam rá a Neptun kódomat a borítóra, de benne de van. De mert benne van a izébe a plágium nyilatkozatba. Amit viszont kézzel írtál. Mert... Nem, az géppel írtam, nem kézzel. Igen, tehát mindenki kézzel kellett kitölteni ugye ezt a dolgot. Raúl pedig kihúzta az egészet, kitöltött az egészet, és géppel behelyettesített mindent, szóval semmi kézzel írtam. A fő az, hogy tájékozódjál, mielőtt cselekszel, tehát. De és ez te mindig ezt szerint. Én úgy gondolom, hogyha a hivatalos papírnak számít akkor, hogyha benne vannak a különböző foganatosított gondolatok, és belerakom az adatokat. Mit gondolsz, az nem számít. De amúgy szerintem ez hivatalos papírnak számít. Én is aláírtam, a többi ember is aláírta, hogy nem szóval jó. Nem vártak el tőle többet, de hogyha már így átkanyarodhatunk a témánkra, ami a döntéshozatallal kapcsolatos, hogy Raúl milyen döntéseket hozott, amikor úgy döntött, hogy ő megcsinálja a szakdolgozatát, viszont ezt a témát ő fogja nekünk felvezetni. Igen. Amúgy az a baj, én nem vagyok olyan magas, mint Raúl, vagy nem, mert te szoktál itt. Igen. Te hogy látszódsz ki? Úgyhogy én nem látom a kamerát. Ja, én is akkor így hátrébb húzódok, és akkor igen. Így csináljuk. És akkor úgy csak ja. Így valahogy. Na, kezd Raúl. Szóval, a mai témánk az úgy indult, elég összeszedetten, hogy Kristóf megkérdezte, hogy engem mi foglalkoztat mostanság. Ő megmondta, hogy beszéltünk szerintem a döntéshozatalról és a felelősségvállalásról. Szerintem ez egy igazán fontos téma, hogy az ember így növekszik fel. Mostanság az utóbbi pár témánk az nagyjából erről szólt, vagyis hát az egy-kettő belőle. Egy igen, nyilván, hogy így az egyetemista életmóddal mondjuk milyen gondolatok járnak. És szerintem az, amikor az ember felelősséget kezd vállalni. Hát jó esetben az már valamilyen szinten elkezdődött korábban is, az, hogy az ember felelősséget vállal a tetteiért, gondolataiért, bármiért. De hogy azért most már így... egyre inkább érezzük ennek a súlyát. De mit értünk az alatt elsődlegesen szerintem, hogy felelősségvállalás? Tehát, hogy most ez alatt mire gondolunk? Szerintem ezt tisztázzuk le, mert többfajta felelősségvállalás van. Tehát nyilván egyfajta felelősségvállalás az, hogyha valamit elkúrok, akkor nem próbálom meg kiprojektálni ezt valakire, hanem igenis elfogadom azt, hogy ez az én felelősségem, az én hibám. De nem csak ez a fajta felelősségvállalás van, ezért érdekel, szerintem, hogy te mire gondolsz. Mindegyiknek ez az eredete. A többi persze árnyalható, de mindegyiknek ez az eredete. És azért vettem ide a döntéshozatalt is, mert hogy alapvetően az már egy mérlegelendő dolog. Hogy nem feltétlenül ez az eredete, bocsánat, nem feltétlenül ez az eredete mindegyiknek, mert mondjuk az is lehet felelősségvállás, hogy én mondjuk felelősséget vállalás, de nem kell elkúrnom valamit a felelősségvállaláshoz, hanem mondjuk azt is mondhatom, hogy én a tanulmányaim és az életem rendben létér felelősséggel tartozom, ergo itt még megelőztem az elkúrás folyamatát, és már úgy hát megyek bele. Ja, igen, hogy de hát ennek az a predesztinációja, hogy már azt próbáld meggátolni, hogy elkúrj valamit. Ja, persze, tehát hogy ilyen ez a... Oké, viszont akkor ez meg hozzá kell fűznem, hogy lehetetlen az, hogy ne roncsál valamit. És ahhoz, hogy felelősséget vállalsz, ez nem csak, hogy maga az is egy olyan gondolat, hogy te biztos vagy benne, hogy el fogsz rontani valamit, és ettől rettegsz, hanem az is, hogy nem csak akkor rontasz el valamit, hogyha
valamit rosszul csinálsz, hanem amit nem csinálsz meg. Például, hogy nem csinálod meg időben a dolgaidat, amivel felelősséggel tartod a másoknak vagy magadnak. Meg ami szerintem nagyon fontos, hogy úgy is tudsz elkúrni valamit, hogy annak teljes mértékben tudatában vagy, amikor meghozol egy döntést. Tehát mondjuk tudod, hogy egy bizonyos döntésnek mondjuk bármiféle kimenetele lesz, valaki mondjuk abba sérülni fog. Azért ez is elő tud fordulni, és akkor ugye mikor vagy felelősségteljes, hogy melyik részét választod a döntésnek, tudod, nyilván ez a visszatérő, ugye az, amit az AI-jal is szeretnek lefuttatni, ez a filozófiai gondolatkísérlet, hogy ugye amikor látod, hogy robog ugye 4 ember felé a vonat, de hát, hogy te át tudod állítani a kapcsolót, és csak akkor egy embert ütsz el, akkor hozzányúlsz-e a kapcsolóhoz, vagy nem, mert hogy ugye nyilván, hogyha nem szólsz bele, akkor nem tartozol elvileg felelősséggel, de hát tudatában vagy, tehát igazából van felelősség. Ez egy ilyen paradoxon. Nyilván, persze. Igen, és akkor én most szeretném hogy ezt két csoportra bontani, hogy ki tudjuk bontani még jobban, mert szerintem a felelősségvállalásnak is csak fejből veszem, de van ugye egy, amit rád helyeznek felelősségként, meg van, amit te így önmagadból kiindulva felelősségként tartasz. Tehát, hogy mondjuk rád helyezett felelősség az, hogy egy adott intézetben, vagy egy környezetben te miért felelsz, tehát mondjuk a törvények betartása, vagy mondjuk a hasonló dolgoknak a elkövetése, vagy el nem követése, meg van az, ami saját magad a felelősség, hogy te magad életére. Tehát, hogy lehetsz felelősséggel a környezetedre belső kényszerből és külső kényszerből, és magadra is belső és külső kényszerből. Ezt úgy képzeljük el, szerintem inkább, mint egy Venn diagramot, hogy van ez a halmaz, meg ez a halmaz, és van egy középső része. Persze, például nyilván, hogyha mondjuk én suliba járok, és mondjuk középiskolába járok, akkor ott nyilván ugye azért valamennyire rám van forszolva az, hogy én felelősséget vállaljak valamennyire a tanulmányaimért, vagy akár a törvényekről beszélünk. Viszont nyilván lehetsz egy olyan ember, aki azt mondja, hogy én igenis szeretném betartani a törvényeket, igenis, mit tudom én, nem fogok alkoholt fogyasztani 18 éves koromig, és akkor van egy belső felelősségvállalás és egy külső felelősségvállalás is. Azt gondolom, hogy így teljes a képje. Illetve, hogy ezen szerintem végig tudjunk menni rendesen. Vegyük már szét így korszakokra, mert korosztályokra pontosan, mert szerintem az a legérdekesebb része az, amikor tudjátok, hát vannak, amiket még nem éltünk meg felelősségvállalásként, csak ránk vár. Ugye beszéltünk nagyon sokszor a felnőtté válásról, illetve a régi gyerekkori problémáinkról, vagy tapasztalatainkról, tehát azért mondjuk egy középiskolásnak a felelősségvállalása létező, de nem olyan, mint mondjuk már a miénk, vagy a későbbiekben a felnőtteké. Szóval ezt nézzük meg, milyen felelősség, tehát nem menjünk vissza egészen születésig. De kisgyerekkorban? De nem, nem kisgyerekkor, pontosan ezért, hanem... Mi visszamehetünk kisgyerekkorig is, menjünk, mert ott is... Jó, azon gyorsan túl leszünk, szóval... Oda kellett térni 7 órára akkor, az óvodába. De az nem a te felelősséged, és pontosan ezért nem akartam elmondani. Középiskolától, mondjuk azt, amikor már 9. osztályba mész, 15 éves, vagy valami ilyesmi, onnantól kezd már valami 14-15 éves korodban felelősséget tartod azért, hogy beér az iskolába. És még a szüleidnek van ebben beleszólása, meg felelőssége nyilván. De egy idő után már egy rád. Valamilyen felelősség, mert kialakul legkisebb korban is. Mert hogyha nem alakul ki valamilyen felelősség, akkor középiskolában sem. Hát alapvetően muszáj már a legkisebb kortól arra nevelni egy gyereket, hogy képes legyen felelősséget vállalni. Hát konkrétan a felelősségvállalás az a nevelés az első pillanatát. Így van. És ez pont olyan, mint amikor, tehát nem tudom, amikor azt mondod a kisovodás gyereknek, hogy mit tudom én, ne verd szét a fejét a másiknak, és ő erre azt mondja, hogy oké, én felfogtam, hogy nem verem szét a fejét a másiknak, bármennyire is most úgy érzem, hogy szét akarom verni a fejét a másiknak, ez is egyfajta felelősség. Hát igen, csak egy ugye a cselekedetei fölött a kisgyerek felelősséget vállal. Igen, csak igen, ugye van a viselkedés. De a felelősség, nem, ez inkább ilyen viselkedés. A felelősséggel nem ő tartozik, viszont is ezt a gyermekpszichológus mondta nekem, hogy egy gyerek nem tartozik felelősséggel a tetteiért, akkor sem, hogyha embertől, bocsánat a szélsőséges példára, ő mondta ezt, nem tartozik a felelősséggel, és ezért is van ugye a büntetés végrehajtásban 14 év alatt egyébként nem mehet börtönbe a gyerek, a fölött is úgy, ahogy, és 18 év fölött leszel felnőtt elváros. Ezért akartam ez a gyerek beszélni. Jogi. Ez most de ez jogi szempontból viszont, lehet. De azért akartam, hogy a kisgyereknek a felelősségvállalása, hogy a tanítás szempontjából például egy játék,
egy plusz állat, vagy egy állatnak a bevonásával lehet, és akkor legyél felelősséggel, mert egy gyerek a saját tetéért még nem lehet felelős, amíg nem tanítod meg az arra, hogy másért hogyan kell felelősnek lenni. Jó, de például vigyázz egy kis nyuszira egy napig, vagy egy tojás, az, azért szoktak a gyerekeknek. Szerintem pont fordítva kell lennie ennek a dolognak, hogyha először a saját tetteiért képes felelni, utána feleljen másért. Szerintem de ennek, hát igen, csak ennek tudod, tehát hogy nevelési szempontból ugye könnyebb úgy oktatni, hogy mondjuk még egy tojást összetörhetsz, ez a saját magadat. Igen. Annyira. Tesztelgetni egy tojáson azt, hogy hogyan kell felelősséget vállalni, sokkal egyszerűbb, mint hogyha kiteszed saját magadat valaminek. Vagy ne adj Isten, hogy egy másik ember. De főleg, hogy a felelősségvállalás szerintem egyáltalán nem egy olyan dolog gyerekkorban, hanem egy társadalmi dolog, a gyerek pedig alapból a koncepciót nem érti, hogy mit jelent ez, hogy felelősséget vállalok magamért és a tetteimért. Egy gyerek nem fog vállalni felelősséget azért, amit mond, nem fogja azt mondani, hogy úristen, csúnyán beszéltem, most magamat fogom ezzel tanítani, oktatni, büntetni, hanem a szülőre fognak nézni, hogy nevelheted a gyerekedet, hogy így beszél. Ezért szeretnék majd áttérni nem a gyerekkortól, hanem majd a felnőtt kornál vissza gyerekekre, és hogy ne ilyen korán jó, kezdtük volna velük. Visszatérhetünk, én még azért egy dolgot tennék hozzá, hogyha már szépen megcsináltuk ezt a Venn diagramot, és akkor maradjunk ennél a káromkodós példánál, hogy egy idő után hogy a szülőre nézek egy idő után beépülhet abba, hogy igenis én vagyok ott akár egy 7 éves gyerekként, hogy én ezt azért nem mondom, mert ez belém épült, és akkor már magam miatt vállalok felelősséget, mert ez igen, nem igen, helyes, igen. És ilyenkor már nem a külső felelősségvállás van, hanem ez már innen belülről jön. Persze. Ez átalakul egy idő amúgy után. Szerintem ez folyamatosan ketté választhatatlan. Tehát, hogy akkor nem csak az van benned, hogy én nem mondom, mert nem érzem úgy, hogy mondanám, mert különben amúgy nem jutott volna eszembe ez a gondolat, igen. De mivel itt van, ezért megállítom, és nem csak azért állítom, mert nekem nem kéne kimondanom, mert én nem akarom, hiszen eszembe jutott. Tehát mindegy, tehát magadat ugye, magadat mivel meg tudod állítani abban, hogy kimondj valamit, akkor már te realizáltad, hogy ez a gondolat eszedbe jutott. Tehát igazából belülről fakadna az, hogy te ezt kimond, de azt mondod, hogy a környezet, amiben benne vagy, ezt nem szupportálja. Azért, mert rossz fényt vett a szüleidre, rossz fényt vett rád. Vagy csak szimplán beleépült a morális kódodba az a neveltésed hatására, hogy a csúnya szavak azok rossz dolgok. De az ezzel épül be. Azt én értem, igen, de én csak, ezért ez egy folyamatos, ezért én mondom, csak annyit mondtam, hogy ez egyébként egy idő után internalizálódik. Tehát. Persze, és akkor ezért kerülünk át nagyobb gyerekekhez. Nyilván. És ugye nem csak a felelősségvállalás, ugye az elvárásokkal együtt nő. Tehát minél többet várnak el tőled, minél jobban előre sorolnak a felelősségvállalás teljesítő képességében téged mások. Igen. Az alapján fog neked is ugye ez a nyomás rád helyeződni. Tehát visszatérve, 15 éves gyerek elmegy középiskolába, ugye itt válik el már az, hogy valahogy érzékeltetik veled az, hogyha a szülővel tanulsz, akkor az már annyira nem stimmel, vagy nem ugyanolyan, mint hogyha ugye korábban tanultál volna a szülővel, mert most már a felelősség rajtad van, hogy megtanuld azt, amit tanulsz. Mert már képes vagy arra, hogy ezt megcsináld. De miért leszel képes arra, hogy ezt megcsináld? Tehát hogyha nem erre neveltek az általános iskolában folyamatosan, akkor nem leszel képes rá a középiskolában se. Ezért, ezt nem mondtam. Hát jó, csak akkor ezért kell elkezdeni a legelejét. Ja, persze. Jó, de az igen, az nevelés. És egyáltalán nem biztos, hogy középiskolára jutsz erre a pontra. Lehet, hogy már harmadikos korodban megcsinálod magadtól a házidat. Szóval, hogy nyilván azt mondom, hogy oké, jogilag, meg mindenfajta felelősségre vonhatóság valóban 14 év fölött következik be, de szerintem elég nagy probléma tud lenni az, és nagyon nagy probléma az oktatásban is, akárhol, hogyha egy gyerek 14 évesen találkozik először azzal, hogy amúgy szoszi, nekem magamtól kell megcsinálnom a házimat. Persze, ez gond. Ez viszont tényleg. Amúgy most igen, de ez meg ezért szeretnénk most már gyorsan tovább menni, ezzel visszatérhessünk a felnőttekre és a gyereknevelésre, mert ezért rossz. Jó, bocsánat, hogy mindenbe belekötök. Még vissza fog még ezt érni. Beszéljünk már egy kicsit, akkor most már középiskolásokra is a fölött, mert ez azért fontos, mert ugye, hogyha te 15 éves vagy, és elkezdesz középiskolába járni, akkor te már ugye elvárod magadtól, hogy te jó Isten, én már középiskolába járok, stb. Illetve most így nem egyesével személyekről beszélünk, meg a személyi tapasztalatokról, meg arról, hogy a szülőnek mit kell csinálni, hanem arról, hogy vannak szinte már pontba szedhető elvárások a gyerekektől, tehát mondjuk gimnáziumtól. Tanuljál, viselkedjél jól, csináld meg a házi feladatodat, és menjél mondjuk arra az edzésre, amit ugye iskolán kívül adnak neked, ami szintén a te felelősséged, mert csak te tudod megcsinálni. Az anyád nem ment el helyetted kézilabdára,
az anyád nem futhatja le helyetted a 200 méter edzésen. A maratont. És ez a te felelősséged, és hogyha kirúgnak onnan, kirúgnak abból az egyesületből, vagy az iskolában rossz helyet kapsz, az már a te felelősséged. Ez így van. És ezért ezt akartam elmondani. Most nem arról, hogy most milyen összefüggések, meg kapcsolatok vannak, meg hogyan nevelődsz, hanem és most nem is ítélkezni, hogy ezt télen meg kell csinálni, csak hogy nézzük, szépen hasonlítgassuk össze, hogy itt kezdődik mondjuk 9. osztályban mi szempontunkból, és hogy mennyit fog változni mondjuk egyetemre. Szóval beszéljünk egy kicsit arról, hogy mit éreztünk akkor, mit éreztetek akkor, amikor arról volt szó, hogy nektek házi feladatot kérni, stb. Ahhoz nem képest, hogy mit mondom. Nem, egyébként nem megírtam. Én nem. Én a vége felé nem. Ott is változott. Az iskola WC-ben más voltam ki. Jó. Az iskola WC-ket erre találták ki. Persze. A házírás. A kedvencem, hogy a legokosabb gyerekekkel csináltuk ezt egyébként. Persze, de hát ez nagyon rosszul jött volna, hogyha azt mondom, hogy amúgy én is ezt csináltam. Csak Kristófot közül verték a WC-ben. Hát én ütöttem a Kristófot, hogy ilyen okos volt. Meg azért, hogy adja oda a háziát. Nem, de egyébként ez a házi feladat pont ilyen fura, hogy ez mennyire a gyerek felelősség. Nyilván itt már ő dönteti el azt, hogy most érdemesnek tartja a házi feladatot úgymond a megcsinálásra. Hát amúgy ezt is. És talán, tehát ugye nyilván tisztában lehet a büntetésnek a fogalma, vagy mi van akkor, hogyha nem csinálja meg. De nem vagyok benne biztos, hogy ez a legfontosabb felelősségvállalási mérföldkő. Nem, ez csak egy ilyen kezdés. Én tehát egyébként nem is szeretnék, vagy nem az volt a célom, hogy azokba menjünk bele, így felelősségvállalás szinten, hogy miért tartozik az ember felelősségre, mert most hozhatunk párhuzamokat, meg csoportosíthatunk, hogy van kis ilyen csoport, van olyan csoport, hogy enni kell, inni kell, edzeni kell, élni kell, hanem inkább arra gondoltam, hogy mondjuk vannak ezek a csoportok, meg is nevezhetünk egyet-kettőt, bár szerintem az embere válogatja, hogy mennyi dolog iránt tartozik felelősséggel, ahogy az élete hozza. És sokkal inkább arra vagyok kíváncsi, hogyha mondjuk, amikor egy döntéshelyzet elé kerültök, tegyük fel azt, hogy most akkor megcsinálod a házit, vagy nem csinálod meg, akkor mi alapján hoztátok meg a döntéseiteket, hogy mit mérlegeltetek? Azt, hogy amúgy megcsinálhatnám, de tudom, hogy felelősséggel is tartozom, de akkor mondjuk inkább menjünk át a jelenbe. Szerintem egyszerűbb lesz, meg sokkal jobb emlékeink lesznek, szóval még a házi feladatos példát engedjük el. De akkor mondtad, valami, hogy ezt beadandóra is, hát, hogy akár időre megcsinálod, hogy ilyesmi. Hát jó, oké. Okay. Egyébként még mielőtt legyen tovább beadandó. Menni, csak azért mondom ezt nektek is, meg így a hallgatóknak, azért hoztam fel példának, meg azért gondoltam, hogy leegyszerűsíti, mert ugye a felelősségvállalásnak a folyamatai, azok valamiből ki kellett, hogy induljanak, és ugye amikor, és pontosan ez az, hogy mondjuk egy bizonyos környezetből származol, és ugye, ahogy mondtad is, Kristóf, hogy a nevelés mennyire fontos a felelősségvállalás tudatosításában. Ugye egy idő után viszont leesik rólad ez a fajta hát búvó hely, hogy mondjam, mert egy idő után viszont mindenért te vállalhatsz felelősséget, mert az, hogy mondjuk te bizonyos környezetből származol, és ilyen meg ilyen neveltetési módokat, meg iskolai rendszereket láttál, egy idő után már nem kibúvó más alól. Egy idő után már azt mondod, hogy ha tudatos vagy valamivel kapcsolatban, akkor igenis felelősséget kell vállalja a cselekedeteidért, és nem foghatod rá arra, hogy de hát nekem ezt meg ezt mondták, amikor ennyi meg ennyi éves voltam. És én erre gondoltam egyébként. És amúgy miért ne foghatnád rá? Nem teljesen tudok követni ebben a gondolatmenetben most. És ez lehet, hogy az én hibám. Csak hogy, mármint, hogy most azt mondod, hogy ez egy folyamat. Azt értem. Igen. Azt is értem, hogy nyilván egy idő után ezért a folyamat, vagy ezért a folyamat, amikor a folyamat vége felé közeledünk, akkor teljes mértékben mi leszünk. Addig pedig azért egy csomóan segítenek nekünk ebben. Aha. De mondjuk nekünk, neked, Raúlnak és nekem, már nincsen olyan kibúvónk, mint egy középiskolásnak, hogy ez meg ez van a magánéletemben, vagy ez meg ez történt velem gyerekkoromban. Mert felelősség teljes mindig felnőtt vagy. Hát azt szeretném lenni. És kifogások azok, amikor azt mondod, hogy te azért vagy idegbeteg, vagy azért vagy egy ilyen típus. Jó, kezdünk most már jó vizekre haladni. De egy középiskolásnak. Ez volt a narratíva. De egy középiskolásnak is. Tehát, hogy szerintem ez nem korral kéne, hogy járjam. Vannak olyan dolgok, amikért 14 évesen is felelősséggel tartanak.
Ha például elhagyod a, mit tudom én, a bal zoknidat, ami csak a tél, hogy elhagyod a telefonot, akkor az a te felelősséged. Én annó megúsztattam egy kurva drága telefont a tengerről, mert benne hagytam a fürdőnadrág zsebembe, nem voltam még 18, mégis én voltam érte a felelős. Mondjuk, oké, rendben, azt hiszem észre egyébként, hogy te mi teljesen két más, vagy két másik aspektusban nézzük, én ilyen társadalmi elvárásokban, te meg ilyen belső elvárások. De ez nem is baj, ez azért nem, mert gyakorlatilag ez a két aspektus. Igen, tehát akkor ez tök jó, végül is összejött a dolog. Én értem, mire gondolsz, hogy két különböző dologról beszélünk. Én egyetértek veled, viszont azt láthatod, hogy egy idő után lehullanak rólad azok a dolgok, amiket egyszerűen nem tudsz befolyásolni, az pedig azt, szerintem, hogy mondjuk átnézni. Egyszerűen az a különbség a kettőtök felfogása között, hogy alapvetően ti így is álltok a felelősségvállaláshoz, hogy Kristóf sokkal inkább magából kiindulóan hozza meg a döntéseket, és hogy mondjuk mi alapján választ egy bizonyos megoldási módot, és aztán, hogy milyen felelősségeket vállal előtte, vagy alatta, vagy utána. Máté, téged meg sokkal többször befolyásol a külső vélemény. Nem, de ezt nem véleménynek mondanám. Ez hát olyan akkor dolog, a társadalmi elvárásnak hogy mondjuk, te hamarabb behódolsz. Nekem például szembesülnöm kell azzal, és ez nagyon jó eset, mert tök jó dolog, hogy például nekem nagyon sok feladatom van egyébként mostanában, aminek örülök, viszont személyi igazolványt kell csináltassak, mert lejárt. Na most ez nemrég egyébként, ezt megosztottam édesanyámmal, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor az esetleg... Az a legjobb, mert azóta csak cseszeget, nem? Nem, pont, hogy nem. Ez az, hogy rájöttem, hogy de mi köze van most már neki hozzá, vagy ahhoz neki. Mi? Érted? Igen. 2015-ben volt utoljára nekem személyim csináltatva, mert ilyen 8 éves személyi lett. Akkor egyértelműen édesanyám felelőssége is volt, mert 15 évesen, 14 évesen nem fog bemenni kormányhivatalba, és nem csináltatom meg, viszont legutóbb, amikor lakcímkártyát csináltattam, mert itt hagytam, ugye szavazásra kellett, úgyhogy csináltam gyorsan egyet, még egyet, azt tök egyedül csináltam, és ez teljesen normális, ez belülről fakadt, csak közben úgy voltam vele, hogy milyen fura, hogy ez már így belül magamban is így el van rendezve. Uh-huh. És volt egy olyan szinte láthatatlan átmenet, ahol egy idő után a többi dologgal együtt, amikor szépen lassan jelentkeztem egyetemre, akkor még együtt csináltuk, de aztán már a bejelentkezést egyedül csináltam, de egyébként még segítettek a szüleim, együtt néztük át, és szépen lassan ezt így levetkőztem magamról, és amikor újra oda találkoztam azzal, hogy szemét kell csináltatnom, vagy lakcímkártyát, akkor az belülről már normalizálódott, illetve milyen furán néz neki a társadalom, úgymond külső szemmel is az, hogy anyukámmal megyek be 22 évesen személyt csináltatni. Fú, és mennyi ilyen ember van, aki nem mer egy pizzát rendelni. És ezt amúgy azt jelenti, kedvenceim az de ilyen tényleg, emberek. Nem, most csak erről eszembe jutott, hogy amikor pizzát kell rendelni, akkor hogy... És elnézést kérünk egyébként, mert ismerek olyan embereket egyébként, akik nem mernek pizzát rendelni. Pukkadjatok meg, például ott alvagytok, mit csináltok? Én egyébként, én nagyon szeretem azt, hogy most már online lehet rendelni, mert nem azért, mert félek attól, hogy telefonálok, csak szimplán nem akarok kínos lenni azzal, hogy jó reggel, egy pizzát. Hát most konkrétan attól félsz, hogy telefonálod kell, most elmondtad, hogy elmondom, hogy mi van. De abban is fejlődtem. Én nagyon-nagyon szeretem szidni az ilyen embereket, akik ezt nem merik megtenni, de az utóbbi időben csak no contact delivery-vel rendelek a boltról. Van pénzetek rendelni? Ja, nem azt mondom, csak telefonál. Nem baj, nem merek telefonál, mert nincs miből. Mármint rendelni. De interneted van, mi? Paraszt. Az van. Például ugye most az, hogy te is dolgoztál, meg dolgozol rendezvényszervezésben, én is dolgozom rendezvényszervezésben, ott azok kurva sokat kell telefonálni. Ja, hát amikor ott elkezdtem dolgozni, akkor így levetkőztem ezt. Igen, ott muszáj levetkőzni, mert tehát még azért mindig van olyan, hogy nagyon nehéz azért úgy elkezdeni egy beszélgetést, mert úgyhogy most akkor mivel kezdjem? De le kell vetkőzni. És figyelj, mert itt jön a legjobb, ez a te saját felelősséged az, hogy megtanulod ezt kezelni, ezt a helyzetet, vagy sem. Könyörgöm, legyen már Mátának egy ilyen pólója. És akkor ez a te felelősséged. Ilyen fejed, hogy ez a te felelősséged. A te felelősséged. Magad, és így lefele mutat. Egy ilyen nem. Tarsz kordában a péniszed. Ez a felelősség. Ez nagyon nem a társadalom korlátoz a péniszed, csak te. Ez egy belső motiváció. De sokan megsértenék ezzel. Nagyon de amit kell kéne egy ilyen pódol, hogy tarsz kordában a péniszed. Ez a te felelősséged. De Lici, milyen menő? Kérlek, ne lopjátok ezt, most már megcsináljuk. Ez az új brand. Merch. Első mink. Hátul ugyan a mink logó. Igen, de nem tudom. De milyen jó, hátul egy mennyi. Meg, hogy tarsz kordában. Léci, ez jó, ezt megcsinálják. Ez nagyon rossz lenne, hogy így odaérne, hogy tarts kordában a pénzt, és egy Gyuriról egy kép, hogy
Igen, ezt akartam mondani én is. Meg egyébként szexuális bűnözőknek ingyen adjuk ezt a bolt. Fia vagy. Teljesen fia vagy. Na jó, van, srácok, szóval de ezt, de bár a... megmentem, ez csak azért, mert utána átadjuk a Mi hazánknak a rendelési címet. Oké, srácok, szóval visszatérünk a felelősségvállalás témájára. De várj, na, tessék, akkor most ez lehet, hogy ki lesz vágva, és innen folytassuk. Van. Most vállalj felelősséget azért, hogy milyen poét mondtál. Jó, tudom, hogy felelősség. Például. Most mondta... ez egész műsor egyébként egy felelősségvállalás. Bármit mondunk, gyakorlatilag ez ellenünk felhasználható, mert fent van az internet. Nagyon sokan mondanak hülye véleményt, csak ez nem biztos, hogy... Egyébként én úgy gondolom, hogy ha még ugyanabban a média formátumban, amiben mondjuk elhangzik ez a... Hát lehet, hogy szélsőségesebb mondat, hogyha utána még megvéded magad, az szerintem rendben van. Tehát ha elmondod, hogy egyébként mi a véleményed. Hú, de beszélnek egyszerűen, hogy a humorról, most izé, meg a de nem, most nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy véded meg azt, hogy szexuális bűnözőknek ingyen adjuk ezt a pólót. Hát azért, úgy, hogy... Azt mondod, hogy ez egy vicc volt. Hát igen, mert igen. Az volt, és aki nem érti a szürrealitását. Hány embert cancel-öltek ilyen miatt? Hány ember? De hát most mondom, hogy ez poén. Légy szíves, canceloljatok, és hadd csináljak ebből. Tehát hallod, nagyon szívesen fizetek újságoknak, hogy cikkezzék le, hogy azért canceloljatok, mert egy egyetemista kimondott egy... Azt vágod, hogy mekkora hírverés, híresebb. Hatalmas, hát tudod, mekkora megtekintése lenne ennek a podcastnek? Azért mondom, hogy ez ugye abszurd, de ettől függetlenül megtörténik az. Meg lenne a 15 perc hírnevünk, legalábbis Mátét becsukják a börtönbe, mi meg megyünk nem tovább. Nem én mihazánkoztam meg. Azért politikai pártások, no, csak szexuális ragadozókkal poénkodtam. Nem lehet. Nem lehet. Most pont eszembe jutott, hogy néztem a Jimmy Carr-nak egy izét, egy humor műsorát, egy előadását, és hogyha már, tehát hogy ő ugye ott olyan poénokat mond, hogy mindenkit egyenlően megsért, tök mindegy, hogy rasszról legyen szó, genderről legyen szó, mindenkit megsért, ugye, hogy van, és ő ezen nyilván felelősséget vállal. Nagyon sokszor próbálták őt is cancelolni, és erre eszembe jutott erről a Mátének a megszólalásra egy poénja, amikor elmondja, hogy, hogyan működik a political correctness a humorban. Igen. És akkor nem tudom, megvan-e ez a... Nem, csak bólogatok. És akkor úgy indul, hogy elmondja, hogy nyilván, hogyha te mondjuk egy afroamerikai vagy, akkor ugye nyilván jókolhatsz arról, hogy milyen feketének lenni. Hogyha te meleg vagy, akkor jókolhatsz azzal, hogy mit tudom én, milyen melegnek lenni. Ha te zsidó vagy, akkor jókolhatsz azzal, hogy zsidónak milyen az éjjel, érted. És akkor mondja, hogy oké, okay. És miután elmondja ezt a monogat, akkor elkezdi, hogy szóval két pedofil sétál a parkban. Azt mondom, elkönyörödtünk egy kis két. De szerintem ez zseniális. Ha mi ezt felvállaljuk, ezt a műsort, akkor vagy nagyon hülyék vagyunk, vagy pedig csak szimplán már nem merjük kívánni, mert túl sok részt vette a podcastbe, és nagyon rövid lenne, hogyha ez nem lenne benne. De nem, mert kell egy kis felvállalás is. Szerintem is bőven. Lehetne egyébként erről is beszélni. Lehetne, meg ez a felelősségvállalásba igenis beletartozik, mert az, hogy korábban igen, mondjuk abszolút. Nem kellett azon gondolkodnod, basszus, hogy mondjuk mit mersz kimondani. És ez miért van? Azért, mert ez nem belső kényszer. A dollár bal oldal. Ez, igen. Na, még én mondok cancel-ölhető mondatokat. Bohár Dani, léci komment. Na mindegy, szóval, hogy most, mint látod, ez is egy olyan példa, ez az egész cancel culture, ami nem azért jött létre, mert ez egy belső kényszer volt bárkiben, hogy egyszer csak mindenki így megvilágosodott, hogy úristen, hát, évtizedekig rasszista voltam, és meg most már nem szabad ilyeneket mondanom, mert ez így nem működik. Viszont azért lett ez erőltetve, meg ezért sem működik úgy, ahogy, mert ez egy külső kényszer. Ez nem egy realizálás, ez nem egy társadalmi norma, hanem egy új társadalmi koncepció, miszerint nem mondhatsz bizonyos dolgokat. Na ilyen sem volt még. Tényleg nem volt, de hogy a szögletes Péternek, hogy az édesanyukáját, az biztos. Bocsánat. Szóval érted, ez meg innen olyan, hogy amit gyereke... De a gyerekedet megtanított, hogy azért nem mondjon ilyeneket, és valaki nagyon én csúnyát, biztos, én ha nem, valaki én csak nem annyit mond neki, hogy kisfiam, ilyeneket ne mondjál, hát. És valaki megáll ennyinél, vagy valaki azt mondja, hogy kisfiam, ilyeneket ne mondjál hangosan, és ez megint csak egy ilyen felelősség. És egyébként... Most már indultam a lejtő, most már folytatom. Egyébként most nagyon jó ketté választott a társadalmi és a külsőt. Mert hogy ugye nyilván, hogyha a társadalmi és a belső motiváció. Ilyet nem mondunk kisfiam. Igen. Ilyet nem mondunk. Ez a belső. És ugye a hangosan pedig az, hogy ez a külső. Igen. Hogy tudom, hogy azért mondod, mert otthon nálunk mindig rasszista poénok hangzanak el, de most kin vagyunk a média márban, meg
azért. Szíves, nem mondd azt, hogy szóval, csúnya. Igen, ez itt egyébként tényleg szétválasztja a felelősségvállalásnak, meg úgy általában ennek a cancelésnek ezt a formáját, hogy nyilván amit otthon, ez a, hát most azt mondom, a négy fal között csinálsz, mondasz, nyilván az ugye csak a tied marad. Csak ne a Pride-on, ugye? A négy fal között lehet, csak ne. Viszont ugye... Magad alatt vágod a fát. Amúgy vágod, és szerintem most már megteremtettünk egy olyan kontextust, ahol ez már egyre kevésbé rossz. Igen. Most pont arról beszélünk, hogy ez na igen, és ugye a másik pedig tényleg az amikor fundamentálisan hiszel valamiben, és így válasz felelősséget a szavaidért. Persze. Igen. Tehát nyilván ez meg már egy moderációja, úgymond a felelősségvállalásodnak, hogy most igen. Akkor társadalmi kontextustól függően mit... és hogy engedhetek meg magamnak, és mi az, amiért még úgy tudok felelősséget vállalni, hogy egyébként nem, egyrészt nem leszek hamis, másrészt pedig tovább tudok haladni abba az irányba, amerre szeretnék. Esküszöm, hogy a politikai korrektség, az kicsit olyan, mint a szexualitás. Hú, várja, maradjatok velem, ez is kemény lesz. Nem most állítsátok meg ezt szóval, az egész, és ne vegyétek ki kontextusba. Olyan részt fog csinálni belőle. Azért, mert hogy... szóval... Van az emberben egy alapvető sémázottság, ugye tagol az ember szépen az agyában, leegyszerűsíti a dolgokat, csoportosít, ugye, csoportosít és egyszerűsít, és így alakulnak ki ugye a sztereotípiák is például. És a szexben hol csoportosít? Nem, ezt mindjárt mondom, az, hogy alapvetően az agyad így működik, ezt nem tudod megváltoztatni. Azért, mert szociálisan rád nyomnak például egy olyan sémát, hogy hát te nem mondhatsz ki dolgokat, amik egyébként ettől függetlenül eszedbe jutnak. Mert így szoktad meg, ezt ültette bele mondjuk több évtizeden keresztül a kulturális ipar az agyadba, vagy a mindennapok során ezzel találkoztál az utcán. Ugye a Budapesten, érted, már hamarabb elfogadott, hogyha látsz mondjuk egy meleg párt, mint vidéken. Azért, mert egyszerűen más a kontextusa az egésznek. Mert más emberek vesznek körül. Uh-huh. De az, hogyha például, és azért mondom, hogy ez olyan, mint a szexualitás, mert hogy meglátsz valakit az ellenkező nemtől, például, és el tudod dönteni, hogy mondjuk vonzónak találod, de vagy nem. Ez kialakul a fejedbe, aztán meg nyilván mondjuk azon kapod magad, hogy basszus, én nem akarok egy ilyen szemét állatnak tűnni, aki bámulja mondjuk azt az adott hölgyet vagy férfit. És nyilván elkapod a tekintetedet. Ezt csak azért hozom ide, mert hogy a politikailag korrektség amúgy már ég az arcom, mert de nem a legjobb párhuzam. Nem, egyébként borzasztó vicces volt, hogy egyébként nem tudom, megfigyelted, de hogy azt mondta a szexuális példa, hogy amikor az ellenkező nemből veszem, amit és látod, itt előjött megint az. De ez az én, na igen, most látod, nyilván az én saját... Ez csak egy példa de, volt. Nem, de tök jó saját magából indult ki. De tök jó átámasztotta a saját tézisét, ezt akartam mondani. Igen, tehát hogy én kiindulok abból, hogy nekem ez van, én erről beszélek, igen. És ugyanez történik valószínűleg akkor is, ugye, amikor ezek a Justice Warrior-ok megszólnak, tudod, hogy ez a visszakézből rasszizmus, amikor te teszel egy állítást, mint például, hogy basszus, hát hogy viselkedhetsz, így mondod mondjuk valakinek, aki más bőrszínnel rendelkezik. És akkor erre oldalról megszól valaki, hogy miért most mire gondolsz, csak azért, mert ilyen a bőrszíne? És akkor nem, azért, mert a haverom, és tudom, hogy akkor a gyökér, hogy így szokott viselkedni. És akkor tudod így, ja, hát akkor most melyikünk volt a rasszista? Az, aki saját magába így gondolta, és leszólt engem, mert hogy azt hiszi, hogy én is így gondolom, vagy pedig én, akiben semmi rossz szándék nem volt. Szóval, hogy engem például ez zavar a legjobban, hogy nem tudod megmondani azt, hogy mondjuk az adott ember mit gondol, ténylegesen. Hát és befolyásolni se tudod. Gondolatrendőrség, ugye? Jól tudom, hogy ez van egy ilyen kifejezés. Hát vannak formák. Ez egy ilyen orwelli világ. Hát literálisan 1984, most megnézem a számítógépemen. Az. Van ilyen, igen. Dupla gondol. Szóval, tehát ugye a maga a PC... Ugyan. És nem a személyi számítógépre gondol. Meg ez is nagyon jó volt. Maga a PC, és így mutatsz az orrodra, mert ugye az piercing is. Nem csak elkezdett kiszkedsz az orrom. Tényleg. Sok PC. Szóval, hogy az egész jelenség, meg az egész, nem is tudom, political correctness kultúra egyébként egy jó motivációval indul. Tehát, ugye azzal a motivációval indul a political correctness, hogy nyilvánvalóan igyekezzünk minél kevesebb társadalmi csoportot, társadalmi szerveződést offendelni, hogy mondom ezt magyarul, megtámadni, szavakkal, tettekkel. Ebből indul ki a political correctness. És ez alapvetően nem egy rossz dolog. És pont úgy működik, mint a nagyon, nagyon sok ilyen 21. századi dolog, meg mint annó, ezt inkább nem mondom ki, de jó, mindegy, szóval úgy működik, hogy elméletben jó, viszont gyakor
amikor ugye gyakorlatban átviszik ezt az egész teóriát, elméletet, akkor túlságosan individualizált lesz. És mire gondoltál a kommunizmusra? És még ki mondja? De ezt miért nem mondtad ki? De, mert a kommunizmus, mint eszme, mint filozófia, tök szuper, csak rohadtul kivitelezhetetlen. Igen, mert azért nem mondtam ki, mert úgy döntöttem a kis felelősségvállásommal, hogy nem fogom azt mondani a kommunizmus elméletre. Na, én meg úgy döntöttem, hogy szarok én a véleményedre. Szóval tényleg az, hogy túlságosan individualizált lesz, és azért mindenki beleviszi azt, ami úgymond önmaga, és sajnos nem minden ember jó. Így. Igen. És nem minden ember gondolkodik mondjuk a közép... Szerintetek ez látsz? Szerintem igen, és nagyon ijesztő. Középúton. Elnézést kérek a Spotify hallgatóktól, de beraktam egy háttérképet így direkt. Szerintetek nem tudom, látszik. Szerintem nagyon jó. De most ezt miért tettük oda? Mert hát a társadalom figyeli a döntést, nem a testvér, ha már ugye Orwell, akkor a nagy testvér, minden látsz. Értem. Igen. De most ez hogy jött ide? Igen. Hát a gondolat. Ja, én körülbelül 5 perc ezelőtt kifókuszoltam, és az volt az utolsó mondat, amit hallottam. Okay. Hogy gondolatrendőrség. Miről volt szó? Alapvetően én még azt akartam irehozni, mert... Individualizált political correctnessről. Igen, és ezért akarok elkanyarodni innen egy kicsit. Szóval, amit ide akartam hozni, az az, hogy ti mi alapján hoztok döntést. Mit szoktatok mérlegelni? Hát, ez volt az egyik alapkérdés. Mennyibe kerül? És azt mindjárt kifejtem. Lecsukhatnak-e érte? És mennyibe kerül, hogy ne csukjanak le érte? Jó, oké, vagyok. Jó, igen? Nem. Okay, szóval most kezdjük? Most hagyjuk a bizniszt. Oké, szóval én erre most csak azért hozok egy példát, hogy mindenki hozhasson egyet legalább. Az, hogy mennyibe kerül, az egy nagyon jó döntéshozatali lehetőség, és most nem csak arra gondolok, hogy melyik felvágottat veszed meg a boltban, hanem az, hogy mondjuk mennyibe kerülne megcsinálni egy projektet, mondjuk lehetőleg olcsóbban, de minőségileg. És ugye nehéz néha így... Vagy mondjuk maga az élet, hogy most mire költök pénzt és mennyit. Hogy mikor rendelek, vagy mikor fogok elmenni a boltba inkább, és főzök magamra. Azért, mert ez például egy nagyon jó ilyen alapkő szerintem az életedben, hogy hogyan árazod be azt, hogy mit csinálsz. Hogy mi az, nem kell mindenből legolcsóbbat sóherkedni, és mindenből legolcsóbbat válaszolni, hanem szimplán az, hogy észre kell vedd, hogy van amiből az olcsót, valamiből a drágábbat kell választ. Bár ma már tudjuk, hogy olyan, hogy olcsó Magyarországon nem létezik, csak a drága és a még drágább. Ugye ezt muszáj kimondani, hogy azonosuljunk a nézőkkel. Azonosuljunk, ember szerintem. Mint hogyha legalábbis nekünk sok pénzünk lenne. Igen, mélyebb pénzügyi helyzetben vagyunk, mint ők. Igen, igen. De tényleg, és nem nektek csak az, kéne lejönni a mi szintünkre, csak mondom. Hogy minek milyen ára van, hanem az, hogy te mikor adsz ki, hanem hogy neked mennyit adnak, vagy mennyire becsülnek meg. Ez például egy ilyen kreatív szakmánál fontos szerintem, egy fontos dolog, hogy mondjuk mi az, amit bevállalsz ingyen, de cserébe mi az, amit látsz benne mondjuk reklámot magadnak. Meg, tehát gyakorlatilag árérték arányba gondolkozol. Arányban is. Hogy amit mondjuk a döntés számodra negatívan hoz, mondjuk olyan szempontból, hogy hát azért X mennyiségű munkát bele kell fektetned, igen, vagy mondjuk nem kapsz belőle annyi anyagi bevételt, de hogy amúgy meg mennyi a pozitívum a másik oldalon. Meg a referencia lehet, hogy mennyi ingyen csinálom lesz meg, sőt lehet költök rá, de mondjuk legközelebb, amikor ezt elviszem máshova, akkor be tudom mutatni, hogy csináltam ilyet. De alapvetően most egy kicsit bizniszre hegyeztek ez ki, de egyébként igen. Gondolom, de máskor is árérték arányosan gondolkodsz így? Nem, ez most csak egy példa van, ez jutott egy beszembe, hogyha Kristóf folytatja, akkor mindjárt kitalálok valami mást. Alapvetően most több dolgot akartam mondani, az egyik az, hogy van egy könyv, megpróbáltam megkeresni a szerzőjét, ami egy a döntésekről szól, amit az életünkben meghozunk, és ez a szerző mondta, ez az író mondta azt, hogy... Horovec Nóra. Nem, külföldi. Hogy, nap mint nap körülbelül 600-700 döntést hozunk átlagban. Igen. Tehát rengeteg ez szerintem egy napi átlagra, vagy napra levontva. Viszont az életünkben igazán fontos döntések, amiket meg fogunk hozni, amit tényleg ezek a legfontosabbak, az kb. Az életünk során ilyen 30. Aha, jó, igen. 30-40 döntés. Tehát igazából mondjuk az, hogy én eldöntöttem, hogy elmegyek egyetemre. Ez egy döntés, ami az életem egyik legfontosabb döntésem. És az, hogy... Vagy neked azt, hogy most folytatod? Reggel
8.50-kor kelek, vagy 8.52-kor, az nem egy nagyon fontos döntés. Hát nem, mert még lesz jó pár napom kijavítani. Reméljük. Na, és szóval azt akartam mondani, hogy egyébként, amit te mondasz, az egy nagyon racionális döntés hozata, nyilván, ami ugye a, úgymond... Most az észszerűség vagy a, igen, vagy a profitot és a deficitet néz, hogy mennyit fogok ebből profitálni, és mennyit fogok nem profitálni, ha igen. Ugye ez igen, a igen, kettősség. Igen. Viszont szerintem nagyon-nagyon sokszor ezt ne hagyjuk ki, hogy rengeteg döntést hozunk érzelmi alapon. Ami nem feltétlenül ugye így ilyen józan észre vagy észszerűen működik, hanem például mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy én este bemegyek inni a városba, uh-huh. akkor... És az, szoktál ilyet mondani? Igen, szoktam ilyet mondani. Akkor az alapvetően nem egy észszerű döntés, mert már tehát lehetnek neki előnyei, lehet az, hogy ott fog megszületni az egyik legnagyobb ötlet aznap este, aha. de ez egy lehet. Viszont az biztos, hogyha én mondjuk otthon maradok az ivás helyett edzeni, dolgozni, aludni, azzal objektíve jobban járok. Szóval, hogy van-e... De érzelmileg nem ebben biztos, a, viszont érzelmileg nyilván behúz a többiek ez a haverokhoz a városba a szívem, ezért amellett fogok dönteni nagy valószínűséggel, sok esetben, hogy bemegyek mégiscsak. Nyilvánvalóan ettől függetlenül nem érzem magamat rosszul, mert felfogtam azt, hogy oké, hogy ez jobb lenne objektíven, de most itt az érzelmi döntés hozatalomat vettem ez, elő. Igen, ez a mérlegelés. És itt kell mérlegelni szerintem, hogy most akkor nyilván mondjuk az a döntés, hogy én akkor elmegyek edzeni, az akárhogy nézem, objektíve egy jó döntés. Aha. Nyilván ebben is ott van, és mindig ott van a döntés hozatalban a risk, ugye a veszélyhelyzet. Még abban is ott van, hogy elmegyek edzni, mert megsérül, lehet, hogy eltöröm a kezemet. Igen, de az is lehet, hogyha elmegyek a kocsmába inni, akkor meg mit halálra iszom magam, vagy begyinázni. Szóval hogy igen, mindenben ott van a risk. Lépés. És igen, nem, arra akarom kihozni ezt a risk dolgot, meg ezt az egészet, hogy tök mennyi, milyen döntést hozol, a risk benne van, és azzal együtt kell felelősséget vállalni ezzel. Jó, most értettem meg az egész témát, hogy miről van szó. Ez nagyon tetszik. Igen, ezt akartam mondani én is, hogy ugye például ez egy jó kis monológra sikerült. Beszéltünk egyébként nagyon sokszor arról, hogy... Raúl most nem értem el mennyit, csak bocsánat. Nem, zónát voltam a közepén, de szóval, figyelek. Oké, akkor átosan gyors szót. Mielőtt észeztél, szóval, hogy ez amúgy nagyon érdekes és nagyon jó, mert most tényleg viszont leesett, hogy mit akartam mondani, mert ez egy gyors eszembe jutott az egy pénzügyi dolog, de az is megint egy olyan, hogy ez az érzelmi és döntés, tehát érzelmi döntéshozatal, vagy a racionális, az ugye nekem az életemben nagyon fontos megpróbálom azzal tenni ezt a mérlegelést. Ugye itt nem arról van szó, hogy mondjuk eldöntöd, hogy te most, és ezért sem értem ezeket a szélsőségeket, hogy valaki eldönti, hogy ő most kigyúrja magát, és edzeni fog, és nem semmi más nem számít, vagy pedig az, hogy ő most azzal fog foglalkozni, hogy bulizni jár, kiéli, mert a fiatalságát nem lehet így, meg úgy. És ugye ilyenkor jön a mérlegelésnek a lényege, hogy ezt a kettő között megtaláld azt, hogy mikor mit csinálsz. Uh-huh. A helyzettől függően. Persze, vagy egy olyan is, döntés. Itt is ilyen szerintem is az arany középút, az egyet tudok érteni igen. veled abszolút. Az nekem, azt szerintem még milliószor fogjátok hallani tőlem az élet során, ha bármeddig is ismerjük még egymást, az, hogy az arany középút, az nekem az élet filozófiám, mert muszáj volt találni valamit. Te soha az Horáciuszig visszanyúlik, és teljesen jó. Az a lényeg, hogy mondjuk az, hogy mit csinálok egyetem után, miközben van sok lehetőségem a döntés között, az megint egy olyan dolog volt, hogy eldöntötted, ez így úgy maradt. Tehát egy idő után most nem tudom megdönteni. Erre mondom, hogy ez az egyik legfontosabb döntés. Szóval lehet, hogy naponta meghozol 600-et, persze, de ez abszolút. Egy olyan döntés, ami egész életedre impactful lesz. Ez pont olyan, mint hogy most ilyeneket tudok gondolni, hogy házasság, gyerekvállalás. Igen. Ezek olyan dolgok, ezek azok a döntések, amikor eldöntöd azt, hogy mondjuk én összeházasodom, ami tényleg egy igaz life-changing döntés. És ezeket kell... És ugye az a legnagyobb döntés, az a legnagyobb életet megváltoztató döntés, hogy most ezt magyarul mondjam, a life changinget, ami, hogyha végül újra meggondolod magadat, és máshogy is döntesz utána, az örökké veled marad. Ez olyan, hogy például sosem vehetik el tőled már azt, hogy egyszer elmentél egyetemre, hiába döntesz úgy, hogy abba hagyod. Mert ez egy olyan dolog volt, ami onnantól kezdve onnan vezet, hogy te most abba hagytad az egyetemet, és úgy folytatod az életet, nem pedig az, hogy úgy csinálsz valamit, hogy el sem mentél egyetemre. Mindig mögötted lesz az a döntésnek a terhe, vagy éppen az üdve, hogy te ezt megcsináltad, mert az senki nem veheti el tőled, és onnantól kezdve az a döntés, az a te felelősséged, és azt vállalnod kell, hogy te azt megcsináltad.
És ilyenkor, ezért nehéz egyébként néha nagy döntéseket hozni. De néha persze. Valaki meg a kicsivel is nagyon meg tud, ott is meg tud akadni. Igen, a kedvenc, nem az a mit egyek, amikor elviszed a barátnődet étterembe, és akkor elirakják az étlapot, és akkor te már a legelső pillanatban kiválasztod, jaj, most ez nagyon szexist, na mindegy. Szóval ugye a legelső pillanatban kiválasztod. Akkor Kristóf elvisz engem. Most már mindegy. Kristóf elvisz engem étterembe, és ő kiválasztja. Szóval, hogy kiválasztotta már a legelején, hogy mit szeretnél, és amikor megérkezik a pincér, a barátnő mindig, nem tudom, vissza tudni jönni, hogy 3 perc múlva. És te meg már éhezel. És te meg már ott, hogy remex, fáj a gyomrod, izzadsz. Jó, akkor addig kérek egy sopronit. Igen. De rossz neked. Igen. Szarú megy, látom. Na, Raúl, mivel ketten elmondtuk a döntéseinknek a háttér folyamatát, biztos vagyok benne, hogy te is tudsz mondani valami olyat, ami új megvilágításba helyezi a döntéshozatali folyamatot. Hát, megpróbálhatjuk. Csak annyit igen, mondani, kevés az idő. Hogy még nem, még a legvégére, majd ezek után akarok egy ilyen nagyon szélsőséges döntéshozatali dolgot hozni, de addig mondd el, addig kitalálom, amit akartam. Jó. Jaj, de nagyon örülünk neki. Nem mondom, így érdekel. De hogy érdekel? Nem tudom. Most ez egy nagyon... Mondját! Ez egy nagyon humble moment lesz, hogy odaadhatom az enyémet. Most már megzavartál, úgyhogy... Ez egy vágott adásra, bármikor megzavartál. Szerintem a kurva. Jó. Szóval most ez egy nagyon humble moment lesz, elmondom még egyszer. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy jól hozok döntéseket, és hogy úgy megfelelően mérlegelek, de egyre kevésbé vagyok benne biztos. És nem tudom, hogy azért, mert csak szimplán éppen egy olyan szakaszban vagyok, ahol elbizonytalanodom, vagy éppen azért, mert hogy ténylegesen van is miért kétségeket éreznem. És mondjuk azt gondolnom, hogy lehet, hogy rossz döntéseket hoztam. Azért is érdekelt, hogy mit mondtok erről a témáról, mert nem tudom behatárolni. Eddig sosem éreztem úgy, hogy bármilyen döntésemet megbántam volna életem során, mert mindig elégedett voltam azzal, aki éppen vagyok. És ez nagyjából most is fennáll, csak sokszor elmélázom mostanság azon, hogy mi lett volna, hogyha a helyzetekben máshogy döntök. Elégedett vagyok azzal, aki most vagyok, csak néha mostanság túl sokat kóborol el az agyam visszafele. És ez viszont azzal jár együtt, hogy így minden egyes döntéshozatalnál egy kicsit jobban megpróbálok mérlegelni, mindig másra helyezem a hangsúlyt, van, hogy kileng ez a mérleg, és túlságosan racionális vagyok, és egy olyan döntést hozok, ami teljes mértékben abból született, hogy mondjuk a számok ezt diktálták, és a következő pillanatban meg lehet egy olyan döntést hozok, ami teljes mértékben csak azon alapul, hogy én éppen abban a pillanatban mit érzek, meg hogy mit gondolok, hogy érzelmileg mi lesz majd nekem a jó hosszú távon. De hát ez így működik mindenkinél, ahogy. Én ezt remélem. Remélem, hogy nem vagyok elbaszva. Mármint, hogy tényleg így működik mindenkinél. Vannak olyan helyzetek, amikor előveszed az egyiket, és valamikor a másik irányít. Igen, persze. Nyilvánvalóan nagyon gyors. Tehát itt is az, hogy mennyire vagy tudatos a döntéseidben, mennyire válasz felelősséget a döntéseidért, mennyire hagyod, hogy az érzelmeid elvigyenek. Ez azért, hogyha úgy normális helyen van a szíved, és nem vagy egy szociopata, akkor ez azért nagyon sok ember előfordul szerintem, hogy az érzelmei elviszik. Az meg, hogy a múltban keresed, az önreflexió nem egy rossz dolog. Az, hogyha visszamész a múltba fejbe, és megmondod, hogy basszus, ezt lehet nem így kellett volna csinálni, abból tanulsz, nősz, és a jelenlegi ényed jobb lesz. Igen. Azért mondom, hogy ne aggódjál, most ez nem ilyen kioktatás akar lenni a részemről, én is szoktam a reflexiót végezni. Ez természetes. Szerintem igen, az az egyik legfontosabb része a döntéshozatalnak, meg a véleménykeresésnek, kutatásnak az életedben, hogy amikor mondjuk megváltoztatod a véleményedet, és mások szerint egy teljesen más ember leszel, akkor szerintem nagyon rossz azt mondani, hogy kétszínűség mondjuk gondolni két dologról, vagy egy dologról két különböző dolgot egy idő után. Mondjuk te azt mondod, hogy te szerinted a legfontosabb dolog az most, hogy ezzel meg ezzel foglalkozzál, de mondjuk 2 év múlva, miután tapasztalataid vannak emiatt, azt mondod, hogy ez egy iszonyatosság. És valaki a legutoljára még csak arra emlékezett, vagy arra akkor találkozott vele, amikor azt mondtad, hogy de ez a világ legfontosabb dolga. Szerintem ez a legfontosabb, hogy mind nálad,
mint másoknál a szemügyre, vagy ez, tehát fontos mérlegelni azt is, hogy, hogy most ezt azért mondja, mert ellentmond magának, és nem tudja, miről beszél, vagy, ja, vagy, vagy szintván azért, klinikailag igazolt skizofrén. Most ami igazából engem félelemben tart, az nem az, hogy mondjuk ezeknél a kis döntéseknél, amik így vannak az ember életében, amit átbeszéltünk, amik gyakorlatilag hosszú távon jelentéktelenek, ezeknél döntenék rosszul, hanem inkább az, hogy mi van, hogyha még fel se eszmélek azon, hogy éppen egy nagy döntés előtt állok, és jól elbaszom. Ezt egyébként én erre azt szoktam mondani, hogy tudod, van ez a mondás, hogy mindig az történik, vagy, mindig az történik, aminek történik, ez nem igaz. Ez ebből a szempontból nem igaz. Én azt mondom, és ez nagyon fura, mert sose lehet megmagyarázni, magyarul se lehet kimondani. Nem az történik, nem igaz. Nem az történik, meg ez a... igen, szóval nem ilyen isteni beavatkozás, vagy az univerzum, vagy a sors így akarta, lehet így is inni, mert én valamilyen szinten értem, hogy miért mondják ezt az emberek. Hanem az, hogy nem az történik, aminek kell, és azért szakadt rád a ház, mert ez egy isteni izé, hogy menjél ki a házból legközelebb, meg hogy ne üljél bent a szobádon, mert rátszakad a plafon, ez hülyeség. Nem az történik, aminek kell, hanem az történik, ami történik, kész. Fölösleges gondolkozni azon, hogy mi történhetett volna. Mert ha már meghozod ezt a döntést, akkor abból kell kihozni a legjobbat. Hát és ez a felelősségvállalás legfontosabb része, hogy nem kezdesz el görcsölni rajta, és így szólítani, hogy bezzek, hogyha izé. Ez olyan, mint nekem ugyanez, hogy annyi mindent hozhattam volna ez a 3 év alatt döntést, hogy máshogy csinálom, stb. És mondjuk más embereket ismerhetnék, mint most. Vagy más emberek között lehetni, most lehet érni. Mondjuk, hogy nem akarsz itt lenni, Máté. Nem, pont ez az, hogy egyébként mi lett volna, hogyha mondjuk ilyen dolgokkal többet foglalkozunk, vagy mondjuk így meg így döntést hozunk, vagy mondjuk valamit feláldozunk egy bizonyos projekt érdekében. Akkor most lehet, hogy most én ülnék valakinek a helyén, vagy stb. De ez nem azért történt így, mert sorsszerű, vagy nem is azért, mert én rontottam el, hanem mert ez így történt, kész. Mert nekem nem ott van a helyem most már. Talán sose volt, nem tudhatjuk meg, tök mindegy. Mert ez van. Ez egyszerre volt ilyen nagyon, mert ez a, hogy ez nem a sors miatt volt, de nekem ott már nem ott van a helyem, ez így egyszerre volt ilyen felsőberült, tagadó és felsőberült. Igen, nem, és ez a lényege, hogy ez van. Igen, a Máténak a monológiában kicsit azt szűrtem le, hogy így nem egy felső erőben kell hinni, hanem csak, hogy így baszod, hoz ki abból a legjobbat. Mert van. Igen, és ezért is van az, hogy szerintem csak akkor tudod az életed legvégén, ha legalábbis így betervezetten legvégén, mert amúgy nem tudnád megnézni, hogyha hirtelen meghalsz, akkor tudod megnézni, hogy mi ez az út, amit mentél, és úgy történt, ahogy történt. Mit mész, tesó? Amúgy ez borzasztó kaotikus adás volt, és nagyon-nagyon tetszett. Nagyon jó, tetszett, igen. Tehát, Szögipet, esküszöm mondom, komolyan most már, nem tudom. Mit téged is hívogatni, ha az az én talom. Azt mit akarsz megkérdezni? Nyisd fel a telefonodat, és amúgy benne van. Utolsó döntés lehetőséggel kapcsolatos dolgok, amik egy kicsit így ilyen színes, de szintén kaotikus része lesz ennek az adásnak, mint a híradók szoktak lenni a legvégén. Ez a intrusive thought, az ilyen belső, nem, hogy mondanád ezt magyarul, nem tudom igazából. Intrusive gondolatok? Szóval ezek a belső késztetésen alapuló dolgok. Ezek az ilyen zsigeri gondolatok, és az, amikor az eszedbe jut. Hát amikor az ided előjön, és azt mondja, igen, hogy most így az egót meg a szuperegót kicsit legyőzöm. És akkor most megnyomom a piros gombot. És akkor az van benned, hogy kicsit néha is szégyeled, vagy elborzadsz, viszont rájössz, hogy nagyon sokan gondolkoznak így. Ez a gondolat, amikor mondjuk egy nagyon-nagyon monoton vezetés során, ahol minden úgy megy, hogy mész egy autópályán az autódban, egyenesen 120-szal, vagy 100-szal, vagy 90, tök mindegy, tudom, hogy nem mindenhol ugyanannyival kell menni, mész nagyon gyorsan, egyenesen egy vonalban. Nincsen semmilyen külső erő, ami hat rá, tehát gyakorlatilag monoton az egész. De annyira tudod, hogy és nem csak te, hanem bárki más egy egyszerű, csukló mozdulattal balra olyan kaotikus dolgot tudna létrehozni, hogy abból egy olyan láncolat jönne létre, ami ez világra szóló probléma lenne. Amúgy... Az is például. Ne, hát nem, mert ez meg ilyen külső dolog. Tudom. De hogy meg például ugye az, hogy mi lenne, tehát vannak olyan dolgok, amiket megcsinálsz, mert hát meg kell csinálsz, el kell menni, mit tudom én. De mi lenne akkor, hogyha mondjuk azt mondanád, hogy nem. Tudod, hogy nem megyek ma munkába vagy egyetemre, hanem fogok egy hátizsákot, és elmegyek. Csináltam ilyet. Elmegyek
egy tudom én, szatymazra, és ott fogok élni egy sátorban. Vagy mondjuk például felszállok a megtakarított pénzembe egy vonatra, aztán kimegyek egészen a tengerig. Mert ki állít meg? Senki. Meg tudod csinálni. És pontosan ez az a döntés lehetőség, ami így, ez így piszkálja az egyet belőle, és ez az intrusive thought. Könyörgöm, hogy erre mit gondolod? Utálom ezt a szót. Én ezért nem szeretek peronon állni. Igen, folyamatosan azt imaginálom, azért nem szeretem, hogyha mondjuk Budapesten is még van mondjuk 5 vagy 10 perc a metró érkezéséig, mert egy állok, és így, ha most 2-vel odébb lépnék, mennyivel könnyebb lenne sok ember élete? De nem, ez az öngyilkos hajlam, ez nem ugyanaz. Az is egy intrúzív gondolat. Nem, hanem egyszerűen tudod, azt érzed, hogy tudod, hogy mennyire törékeny az emberi élet. Persze, és hogy igazából igen. Csak ezen a pár lépésen múlna, és hogy véget lehetne vetni neki. Igen. És nem azt mondom, hogy folyamatosan azon gondolkodom, hogy milyen módszerekkel akarok véget vetni neki, hanem hogy vannak ezek a helyzetek, amikor mit tudom én, egy sziklán állsz, és hogy így tériszonyos vagy nem szereted a magasságot, de hogy azért csak lenézek. Igen, de meg ugye az a dolog, hogy normálisnak tűnik az, hogy most felmész egy magas helyre, és körbenézel, lejössz, stb., meg hogy jaj, le ne essünk, stb. De amúgy te is, tehát hogy mi múlna, hogy leess a korlát? Semmi, átmászol, kész vége. Mi lenne akkor? Meghalna? Nagyon, nagyon durva egyébként az, hogy mennyire közel vagy egyébként mindig ahhoz, hogy valami olyasmit csinálja, amivel szögesen megváltoztatnád egyébként az életedet, és befejezhetnél, stb. És ez mindig ott motoszkál a fejedben, de ez nem borzasztó, ez egy teljesen általános dolog szerintem, hogy mennyire törékeny vagy, és mennyire az életed hogyan változhatna meg, csak így. Csak az ember racionális élőlény még mindig. Például ezért imádok, mert egyszerre imádok, és egyszerre gyűlölök átmenni hidakon. Mert mindig azt... Fú, amúgy a hidak azok nekem is ilyenek egyébként, de az az egy ilyen szerintem, megyek a hídon, a víz és itt tudod, ez a ringot a víz, nem egyébként, hogy húzd le a víz, tudod? Ja. És igen, mert az még az is bennem van, hogy még túl is éhetsz. Mekkorát jumpolnék innen. Ugye? De azért mondom, mert ez valószínűleg azért, mert benne van az, hogy nem feltétlen halsz meg. De hát azért vagy annyira realitásod, hogy így... Izomból hát, meghalsz, hogyha egy értem, de mondjuk mi van akkor, hogyha össze kell hasonlítani, hogy leugrasz a Szegedi hídról, vagy például leugrasz úgy a Szegedi hídról, hogy beton van alatt. Szerintem azért nagyobb az esélyed, hogy ez nem túléled. Tényleg, Máté, mondjuk ebbe igazad? De nem, azért mondom ezt a hídes példát fontosnak, mert hogy így, hogy érted, hogy mondjuk, ha például ott lenne a lehetőség, hogy mindjárt lelőnek a hídon, vagy be kell ugrani a vízbe, akkor még mindig nagyobb eséllyel élet túl, hogy beugrasz a vízbe, mint hogyha fejbe lőnek. De simán átsétálsz rajta. Na egyébként ez egy nagy dilemma, mert hogy ha fejbelülnek, akkor fejbelülnek, jó, nyilván nem, de hogy most abból nézed, hogy most objektíven nézed, és nem az érzelmeidre hagyatkozol. Objektíven mit az, akkor fejbelülnek? 95% hogy leesel, és vagy meghalsz, hogy örökre lebénulsz, viszont hogyha fejbelülnek, akkor vége. Paf, ennyi. Ez kétségtelen. Vége. Tehát, és nem szenvedsz tovább. Mondjuk, Kristóf, te hamarabb élsz túl az, hogy fejből, mint egy beles a vízbe, és kiúszol, az zseniális lenne. És miért döntöttél úgy, hogy fejből ülnek? Hát meggondoltam, azt túlélem. Amikor Szent Péter megkérdezett szoszni. Hülye vagy. A kíváncsi ellennek meg azt ajánlom, hogy álljon meg a hídnak a peremén, és várja meg. Igen, és hogy na. Akkor mindkettő meg van. És akkor beesik a víz, és biztos nem érjük. Csak ki van maxolva? Tehát ez 195%-os effort a dologban. Sőt, nem, oké, nincs. És ezek most már teljesen az intruzív, micsoda? Thought. Nem mondta, hogy kell kimondani eddig? Thought. Parancsolj? Thought. Az olyan, mint a thought, bazd meg, az meg egy város Magyarországon. Vagy település, nem tudom. Thought. Mondjuk nem, úgy csinálsz, hogy thought. Mert a thought az jó. Thought. Na. Az nem Budapest. Nem menjünk bele etimológiai elemzésekbe. Nem thought. Na most, hogy végeztünk akkor az etimológiai részével ennek a párbeszédnek. Amúgy már 16 óra, 19 van. Ja, hát ilyen ez. Na. Ez is egy döntés volt, hogy most mikor és hogyan csináljuk. Vállalj felelősséget az adás hosszúságáért, Máté. Rendben, de amúgy nem is szoktam mondani a kiköszönést. Ja, akkor nem, csak hogy a hagyjuk abban?
Tudjátok, mit hagyjuk abban. A következő adásban nem vennék részt, mert valamilyen gondolatrendőrség cancel-olna, vagy ilyesmi, akkor remélem legalább a 444.hu-n fogok megjelenni, hogy mekkora köcsög vagyok, és nem csak úgy eltűnök a szintén. Mi ez a sok politika most így ebben az adásban? Nem volt olyan sok politika. Ez hol politika? Ez közéleti újság. Ja, tényleg. Abszolút. Abszolút politikai orientáltság nélkül. Igen. Na hát, ez úgy olyan, mint amikor azt mondod, hogy miért mondod azt rá, most, hogy ilyen bunkó azért, mert fekete, aztán ugyanolyan, miért mondod, mert politika. Most hoztam egy döntést, és felelősséget vállalok. Ez pont az, amit Raúl mondott egyébként, hogy nem én nekem jutott eszembe az, hogy ez van, pedig én mondtam, viszont te mutattál rá, ergo nem én voltam az, aki politizált, hanem te. Tehet akar, hogy hülye vagy, és nem jut eszembe? Viszont egy dologról tehetünk. Szerencsére Zoli nem szokta meghallgatni az adásainkat. Így nem tudja, hogy most kicsit többet foglalkoznunk a politikai korrektségen, mint amennyi lehet, hogy kellett volna. Erre egy külön adást is csináljunk. Meg szóval, csináljunk majd a ChatGPT-ről adást. Nagyon, létszik. Csináljunk a ChatGPT-ről adást. Csak várjuk meg, hogy kapok-e plágium jelent. De úgy, hogy a ChatGPT írja szöveget, és mi felolva. Csináljunk a ChatGPT-ről adást egyébként? Most egy ilyen kérdés az audience felé. Kérdezd meg, reméljük, hogy válaszolnak. Ha más, de hogy fognak válaszolni? Insta és a ChatGPT fogja csinálni egyébként az Insta posztot. A szöveget, és ki fogja felolvasni a mi hangunkon. Meg kéne kérni, igen, hogy írjon nekünk egy beköszönő szöveget. Vagy egy egész adást. Minek? Ne, ez rohadt hosszú. Nem? De az nagyon hosszú. Meg tudja csinálni, de mi a fasz? Hát csak, hogy megnézzük, hogy kéne kinézni egy jó podcast adásnak. Hallod, ő maximum csak pontokat tud neked írni, hogy miket kéne átvenni. Az sem ártan egyébként. Ez több, mint amennyit eddig valaha tettünk. Oké, szóval köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a podcastet is, vagy megnéztétek. Esetleg, akit egyébként zavar, hogy Raúl ül egyedül, az szavazzon, mert amúgy engem nem merem, hogy nagyon kényelmes Kristóf mellett ülni. És köszönjük szépen, hogy meghallgattátok, és Raúl most jön a marketing szöveg. Juhú! Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok velünk. Ez volt mára is a Minka Nyugiban című podcast. Kövessetek minket Instán, Facebookon, Snapchaten, BeReal-en, Spotify-on, na ott mindenképp, főleg, hogyha ott hallgatjátok, küldjétek el barátaitoknak, szeretőiteknek, szerelmeiteknek. De nagyon fontos, hogy mindenki vállaljon felelősséget a péniszéért. Így volt a szöveg? Nem. Baszki, majd visszahallgatjuk. Tartsd kordában a péniszeket. Tartsátok kordában a péniszeket. Csak Klárika meg ne tudja. Sziasztok. Sziasztok. Cső.